Már a festésnél és vakolásnál járnak a vállai polgármesteri hivatalnál. Az épület a Magyar Falu program keretében korszerűsödik kívülről, belülről. Új tetőszerkezetet kap bővül a napelemes rendszere, melynek köszönhetően a jövőben elektromos fűtésre állnak át. Itt nem sokára a kivitelezés végére érnek, máshol azonban még csak most kezdődik a munka. A helyi óvodában is fejlesztenek, új játékok kapnak helyet az udvaron közel 5 millió forint értékben. Van egy nyert pályázatunk, aminek a közbeszerzése folyik, ez a település csapadékvíz, belvíz elvezető rendszerének a második ütemének a fejlesztése. Ez egy közel 70 milliós beruházás, illetve az orvosi szolgálati lakásnak a felújítása, ami egy külső és belső felújítást jelent új konyhával, illetve a gépkocsi tároló, ami egyben irattároló is, ennek egy teljesen új épület fog helyt adni a következőkben. A település római katolikus templomában a múlt héten adták át a közelmúltban történt fejlesztéseket. Itt a padokat cserélték ki, és az orgona újult meg. A beruházások közvetve a népesség megtartáshoz is hozzájárulnak. Az elmúlt időszakban 20-30%-kal lettek többen vállalban, ahol jelenleg mintegy 1300-an élnek. Ebben szerepe van a román határ közelségének is. 2003-ban nyílt Vállai és Csanálos között egy határátkelő hely, és innentől kezdve a településünk zsáktelepülés jellege is megváltozott. Onnan egy jelentős ingatlan vásárlás is történt a határ túloldalán lévő magyar testvéreink révén, és azóta mondhatni a települést belaktuk, ami azt jelenti, hogy sokan laknak itt, sokan járnak visszadolgozni, de nagyon sokan itt laknak, és nálunk is helyezkedtek el. Tehát én azt gondolom, hogy itt a népesség nem. A tőzsgyökeres vállalói lakosság az természetesen inkább már jobban elvándorolt innen. A polgármester elmondása szerint munka van elég Vállalban. A legtöbben az önkormányzatnál és az oktatási nevelési intézményekben dolgoznak. Emellett a mezőgazdaság, illetve Máté Szalka és Nyírbátor ipari parkja is sok itt élőnek adnak munkát.